A Sátoralja újhelyi diákok baráti körének 2010 évi első rendezvényén dr. Tótné, dr. Villandildikó gyógyszerész tartott előadást Mellékhatások nélkül címmel. Már a cím is azt mutatja, hogy a homeopátiás kezelések voltak a délután középpontjában, amelyről már egy korábbi alkalommal volt szó a baráti kör foglalkozásán. Van ennek egy továbbfejlesztett változata, az úgynevezett Schüssler-féle terápia, ami 12 ásványi sónak a alkalmazásából áll, tehát a homeopátiás terápiát egyszerűsítette, hiszen a homeopátiában több mint 3000 féle vegyülettel gyógyítanak, és Schüssler pedig kidolgozott egy új terápiás módszert, amivel különböző krónikus és akut betegségek befolyásolhatók. És ez is szintén homeopátiás alapon alapul, bár ő egy idő múlva megtagadta a homeopátiás elveket, de a gyógyszer készítése az teljesen homeopátiás módon történik. Mind a homeopátia, mind a Schüssler-féle módszer a szervezet öngyógyító tevékenységét serkenti, mellékhatások nélkül. Mind a két módszer alkalmazása hosszabb időt vesz igénybe. Nem történik meg a gyógyulás egyik napról a másikra. Nem várhatunk csodákat, hogy egy-két nap alatt meggyógyul, hiszen egy hiányállapotot kell helyreállítani, mert a szervezetből hiányzó ásványi sok okozzák a különböző megbetegedéseket, és ezeknek a helyreállításával csökkenhetnek a tünetek. A Schüssler sok előnye, hogy természetes alapanyagúak, nincs mellékhatásuk, nem okoznak gyógyszerfüggőséget, és más gyógyszerekkel együtt szedhetők. A kezelhető betegségek és a lehetőségek tárháza is nagyon nagy a módszer alkalmazásával. Anorganikus sókat, tehát szervetlen sókat használt föl Schüssler. Kalciumvegyületek, magnéziumvegyületek, szilícium, vas, ezeknek a keveréke, nátriumvegyületek, elsősorban ezek, amik a úgynevezett 12 fontos ásványi anyag, ami különböző hiánytünetekkel befolyásolhatja akár az idegizom működést, akár az idegrendszer működését, a sejtekben végbe menő oxidációs folyamatokat, a sejtlégzést, tehát nagyon sok mindent.